Ezt nem lehet megúszni címmel a Hímer házban nagy érdeklődés mellett Kovács Szilvia moderálásával mutatták be Kovács Ákos, a magyar popkultúra egyik ikonikus alakjának első, novella fűzérekből és elbeszélésekből álló kötetét, amelyben 17 kis próza varázsolja el az olvasót. Hogy dalt is az az ember tud írni, vagy legalábbis az ember foghat dalíráshoz, aki sok dalt hallgatott a novella műfaját, és valószínűleg azok ostromolhatják nagyobb eséllyel ezt az oromzatot, akik sok novellát olvasnak. Én olvasó ember vagyok, úgy is mondhatnám, hogy az irodalom hamarabb érdekelt, mint a zene. Más kérdés, hogy a dalok kapcsán híresültem el, de legalább annyira foglalkoztattak a versek és a novellák is, mint műfaj, mint a dalok műfaja, csak a dalok felől jobban ismer a közönség. A kötetben megjelennek Ákos jól működő, érzékletes költői képei, amelyek prózában is működnek. Figyelemreméltó gondolatok sora várja az olvasót, és van sodródása, íve néhány egyes szám első személyben elmondott történetének is. A kötetben a szerző az elbeszélésnek egy olyan síkjára lép, ahol dramaturgiai jelentősége és megragadható esztétikája van a leírásnak. Verses köteteim már jelentek, meg szám szerint 5 kötet, megjelent egy önéletrajzi írásokat, ilyen önironikus visszatekintést tartalmazó kötetem a Visszaszámlálás, és ez az első olyan, amelyikben fikció van, prózák, kisebb és nagyobb prózák. Az a címe, hogy ezt nem lehet megúszni. 17 írás van benne. Ezek közül 2 adja az alapját egy kis játékfilm forgatókönyvének is. A Taxis és a Magunk Maradtunk című novellákból írtam egy forgatókönyvet, ezt le is forgattuk, ezt a filmet most már. Juhász Anna előszavában megfogalmazza az alapvetéseket. Csupa olyan kérdést vet fel a könyv, amit nem lehet megúszni. Mindezt érzékenységgel, mindent átható figyelemmel. Kapunk és van veszteségünk is. És mi marad a végén? Egy kulcs az életünkhöz, egy dilemma, egy Tolsztoj kötet, egy vallomás, egy mindent megváltoztató élő közvetítés, vagy a pont, amikor megtanulunk gondoskodni. Szerelmek, anyák, apák és fiúk és a történelem. Az életünk közelről.